A város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A gyermekvédelmi szakellátás helyzetéről, alapító okirat módosításáról, személyi kérdésekről is tárgyalt a Baranya megyei közgyűlés, és esküdtett a megyei önkormányzat új képviselője is. Szili Katalin már korábban azt nyilatkozta a sajtóban, egyeztetési problémái vannak parlamenti munkája és megyei közgyűlésbeli funkciója között, ezért ez utóbbiakról lemond. A döntést ma realizálta a Baranya megyei közgyűlés, az alelnökasszony utóda Tasnádi Péter lett. Tasnádi Péter mellett vélhetően azért döntött a választmány, mert jó szakembernek tartjuk, jelentős közigazgatási tapasztalatokkal rendelkezik. Mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy Tasnádi Péter hasznos tagja lett frakciónknak. Érdeklődési területemnek, meg a szakmai munkámnak megfelelően azokat a bizottsági munkákat fogom folytatni, illetve átvenni, amelyet Szili Katalin elkezdett. Tehát a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos bizottság munkájába kapcsolódok be, valamint eredeti szakmám a pedagógus szakmának megfelelően az oktatási bizottságnak a munkájában. A közgyűlés 18 napirendi pontja között a személyügyi összeférhetetlenség és szabadságolási kérdések mellett előterjesztésre kerültek az informatikai rendszer fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, elsősorban a Baranya megyei önkormányzattal és a Csorba Győző megyei könyvtárral kapcsolatban. Ez utóbbi intézmény vezetője úgy gondolja, nem váltottak stratégiát, céljuk továbbra is a szolgálat és a szolgáltatás úgy, hogy egyben a modern információs társadalom igényeinek is megfeleljenek. Elindult egy technológiai váltás, felkészülünk erre az új információra, de ugyanakkor ennek képzése, átképzése is megindult a könyvtárban. Fejlesztettük a hardware állományunkat, szoftver állományunkat, és készülünk egy olyan fajta könyvtári megyei alrendszer kiépülésére, amihez természetesen nem csak a mi fogadókészségünk megteremtése fontos, hanem az ilyenfajta motiválása a települési könyvtáraknak. Az informatikai rendszer fejlesztéséhez nagy összegű központi támogatásra is számíthat a könyvtár. A szolgáltatásaink igénybevétele, az elért eredmények azt jelzik számukra is, hogy ez egy jó intézményük, és azt hiszem, hogy ez kifejeződött abban a határozatban, ami most megszületett, hogy elismerik és kiválónak értékelik a tevékenységünket. Ünnepélyes keretek között nyitották meg ma délután a Pécsi Egyetemi Könyvtárban Vas István költő, műfordító, hagyatéki könyvtárát. Vas István elhunyta után özvegye Szántó Piroska úgy rendelkezett, hogy a költő 8000 kötetes gyűjteménye az Egyetemi Könyvtár gondozásába kerüljön. Szántó Piroska számára, ahogy ő ezt leírja, Bálám Szamara és a többiek című könyvében, a könyvtár című fejezetben. Számára az volt a legfontosabb, hogy ez a gyűjtemény Vas István önarcképnél önarcképebb képe együtt maradjon, egy korpuszt alkosson. Ezt a Pécsi Egyetem és a könyvtára vállalta, és most itt van ez a gyűjtemény. Milyen könyveket jelent ez az anyag? Elképzelhetetlen gazdagság. Vas István mind az emberi történelmet, mind az emberi gondolatokat, mind az emberi érzelmeket, és főként a 20. század minden kataklizmáját átélte, kifejezte soraival, szavaival, verseivel. Ehhez tulajdonképpen háttéranyag ez a 8000 kötet. Hogyan történt a feldolgozás? Ahogy ezt Szántó Piroska rendelte, és ahogy a megállapodásban van, ez egy kutatókönyvtár lesz. Tehát gyakorlatilag ahogy a Klímó alapította a tudományos gyűjtemény, ahogy a közel egy évtizede itt lévő Hauser Arnold gyűjtemény, ugye Vas István gyűjtemény is a kutatók számára korlátozás nélkül rendelkezésre fog állni a kutatószobánkban. Az értékes hagyatékkal kapcsolatban így írt a költő özvegye. Az a bizonyosság, hogy sok-sok fiatal egyetemista és kutató keze nyúl majd a könyvekhez, ez az elképzelés nem törli el Pista eleven könyvszerető kezének az emlékét. Áldom Pécset, amiért befogadta Vas István szellemi portréját. A mai napon vette kezdetét a Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajzi Intézete szervezésében az első magyar politikai konferencia Változó világ, átalakuló politikai földrajz címmel. Egy úttörő kezdeményezésnek lehetünk tanúi részesei. Miért jött létre ez a konferencia? Mi célból? Abból a célból, hogy ide kössük Pécshez ezt az országos kezdeményezést. Ezt föl kell vállalni, föl is vállaljuk.
és érzékelhető, hogy ahogy a politika egyre inkább valóban közügyekkel való foglalkozássá lesz, a politikai földrajz iránti érdeklődés növekszik. Világszerte így van, ezért összehívni először Magyarországon egy politikai földrajzzal foglalkozó konferenciáját egy mindenképpen egy jó helyzetfelismerésről tanúskodó valami. A konferencia nyitó előadásában Kovács László frakcióvezető a politikai integráció kérdéskörével kapcsolatosan többek között az Európai Unióval való csatlakozásunk feltételeiről is beszélt. Össze kell hangolni a magyar jogrendet az Európai Unió jogrendjével, tehát át kell vennünk az uniós előírásokat minden területen. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem áll Magyarország érdekével ellentétben, hiszen ha mi átvesszük ezeket a normákat, akkor azt jelenti, hogy Magyarország fejlettebb lesz, mint jelenleg, megfelel azoknak a szigorú követelményeknek a környezetvédelemtől a közlekedésen át minden területen, amely az unió országaiban elfogadott. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére másfél éves előkészítő munka után szombaton aláírták a Duna-Dráva-Száva interregionális együttműködés alapokmányát. A horvát köztársaság, Bosznia-Hercegovina és hazánk képviselői az ünnepélyes aktust követően sajtótájékoztatón számoltak be az együttműködés céljairól. Az együttműködés alapokmányát Baranya megye, az Eszék-Baranya zsupánság, Tuzla-Drinamente kanton, Pécs, Eszék, Barcs és Szekszárd városai, valamint a három érintett kereskedelmi és iparkamara írta alá. A szerződő felek fő feladatukként az infrastruktúrális és gazdasági programok összehangolását fogalmazták meg. A tervek szerint megépül és várhatóan 2007-re gyorsforgalmi útként kapcsolódik be régiónk közlekedésébe az 5C elnevezésű európai koridor. Így könnyen elérhetővé válik Adria, az Északi-tenger, csak úgy, mint Nyugat és Kelet-Európa. Én azt hiszem, hogy a közös érdekünk most elsősorban a közlekedési kapcsolatoknak a fejlesztése, ez a sokat emlegetett 5C koridornak a megvalósítása, itt főleg horvát, magyar és persze bosnyák részről is komoly tennivalók vannak. Én ezt tartom a legfontosabb feladatnak. Ez húzza, vonza magával az összes többit. A várakozások szerint az Európai Unió támogatni fogja az együttműködést. A térség így olyan nemzetközi határszakasszá válik, amely felgyorsíthatja a régió fejlődését és segíti hazánk mielőbbi felvételét az EU-ba. Én biztos vagyok benne, és komoly ígéreteink vannak arra nézve, hogy itt komoly európai pénzeket tudunk bekapcsolni. A különböző területek, így például az infrastruktúra vagy az oktatás feladatait 11 munkabizottság látja el és kíséri figyelemmel azok megvalósulását. Sreczko Lovrincsevics, Eszék-Baranya megye ispánja kérdésünkre elmondta, hogy az együttműködésnek nem célja megoldani a Dráván esetlegesen megépülő erőmű problémáját. Ők a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve olyan döntéseket hoznak, amelyek mindhárom térségnek előnyösek. A Mecsek-Nádasdi püspöki kastély évek óta üresen áll, állapotra egyre romlik. Az egyház, a megye és a település most összefog az épület felújításáért. Többek összefogása szükséges ahhoz, hogy a lepusztult és elhanyagolt Mecsek-Nádasdi püspöki palotát felújítsák és hasznosítsák. Az életveszélyessé vált műemlék megmentésére szombaton szándéknyilatkozatot írt alá Mayer Mihály, pécsi megyéspüspök, Pörös Béla, a megyei közgyűlés alelnöke, Rupert József, Mecsek-Nádasd polgármestere és Wekler Ferenc, országgyűlési képviselő. Az egyház, vagy a püspökség, így is mondhatom, szintén partnerként jelentkezett a többiek mellett. Úgy gondolom, hogy egy ilyen összefogás és egy ilyen készfogás előre viheti az ügyet és szellemileg gazdagíthatja egy-egy régiónak, egy-egy nagyobb községnek az életét. Az egykori főpapi szálláshely hasznosítására egyelőre nincs konkrét terv, de több elképzelés is szóba került. A kastélyhoz tartozó udvarban már működik egy komplex oktatási intézmény, az üres épület későbbi funkciója ehhez kapcsolódik majd. Alapvetően azt szeretnénk, hogyha itt a térségben felelhető népi iparművészek és a helyi, elsősorban sváb hagyományos szakmák képviselői, művészi szintű képviselői lehetnének ebben az épületben műhelyekkel, előadott termekkel. A szándéknyilatkozat aláírása után komoly munka vár Wekler Ferencre, hiszen a tervek megvalósítása jó részt rajta múlik.
Én azt vállaltam, hogy ahogy elindítottam, megpróbálom a jövőben is koordinálni, és miután a településen helyi képviselővé is választottak, ez most már a testület megbízásából feladatom is, de továbbra is számítok egyrészt a püspök úr, másrészt a Baranya megyei önkormányzat, a helyi önkormányzat és annaknak a művészeknek a segítségére, együttműködésére, akikkel ez a szándéknyilatkozat aláíródott. A hivatalos aláírás után egy kevésbé hivatalos esemény egy teremlabdarúgó torna volt. Ezen a püspöki hivatal, a parlament, a Magyar Rádió és Mecsek Nádast foci csapatai mérték össze erejüket. Megváltozni. Ez az a cél, melyet a keszői rehabilitációs otthon megalakulásakor maga elé tűzött. Az intézmény fennállása óta bebizonyította, szükség van rá. Most azonban eltűnni látszanak az eredmények. A római katolikus egyház visszaigényli jogos tulajdonát, melyben az otthon működik. A narkomán fiatalokat segítő rehabilitációs intézet 1990 óta működik Keszűben. Induláskor elsősorban szipus, majd ópiát függő fiatalokkal foglalkoztak. Az eltelt 8 évben 168-an fordultak meg az intézetben. Másfél év óta telt ház van. A várakozó lista hosszú évekre előre be van töltve. Anyagi támogatásukat az Országos Egészségügyi Pénztár és a megyei önkormányzat biztosította, abban az épületben, amelyet a római katolikus egyháztól bérelnek. Az utóbbi időben egy picit megnehezítődött a helyzetünk, mert kaptunk egy levelet a Horváth István plébános úrtól, ahol szeretné, hogyha az intézet visszakerülne az egyház javaiba. Amire hivatkozott, hogy a falusiak nem néznek jó szemmel minket. Tudtommal nem így van, nem tudjuk, hogy mi volt az oka, a háttéri oka, hogy a plébános úr ezt a levelet írta. Tehát várjuk haza a plébános urat, hogy megkérdezzük, hogy mi volt a valós oka, mert a falusiak nem ezt tükrözik mi felénk, hisz jobban vagyunk a falu fiataljaival is, meg hát munkára hívnak a faluban lakó emberek is, akik látják, hogy azért számíthatnak mi ránk. Az ügy hátteréről Nagy Béla polgármestert is megkérdeztük. Volt-e probléma abból, hogy itt a faluban egy ilyen intézmény működik? Nem tudok róla, hogy ilyen probléma lett volna, és jelen pillanatban sem így érzem. Ami ennek a kiinduló pontja tulajdonképpen, az az, hogy a maga a plébánia hivatalban van elhelyezve ez a rehabilitációs kis központ, de az egyház most újból az egyházközségi hivatalt, a plébániát szeretné helyre. A falut ezt szorgalmazza. Őnek erre van szüksége, és ezt szeretnék visszaállítani. A visszaigénylés okáról Horváth István plébános urat is szerettük volna megkérdezni. Hivatala azonban közölte, a plébános úr jelenleg Rómában tartózkodik, hazaérkeztére csak decemberben számíthatunk. Ekkor természetesen helyt adunk véleményének. Most pedig rövid képes híreink következnek. Sokat fejlődött és emberközpontúbb lett a honvédség. Így jellemezte Dancsházi Gusztáv nyugdíjba menetele alkalmából tartott búcsúztatóján a honvédség Baranya megyei 6 kiegészítő parancsnokságát. Az ezredes 1962-ben vonult be a hadsereghez. A 6 kiegészítő parancsnokságon az ő irányítása alatt szigorodott a katonai rend és fegyelem. Az ünnepségen áldozatkész és lelkiismeretes munkájának elismeréseként ajándékot adott át dr. Toller László polgármester és dr. Ernyes Mihály Baranya megyei rendőrfőkapitány. Az Apácai Nevelési Központ gimnáziuma sporttakozatot hozhat létre akár már februártól, hangzott el a Városi Közgyűlés Költségvetési Bizottságának mai ülésén. A Pécs-Pogányi repülőtér működési keretigényének tárgyalását elnapolták, mivel a kommunális bizottság még nem foglalkozott az üggyel. A bizottság estében nyúló ülésén egyebek mellett szó volt a vasútállomásnál balesetveszély miatt elbontott felüljáró újjáépítéséről, illetve a pécsi tömegközlekedési RT járműállomány rekonstrukciójáról is. Most pedig a legfrissebb tőzsdei információkat hallhatják a Duna Invest jóvoltából. A vonalban Kababik József fiók igazgató. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Mi történt ma a budapesti értéktőzsdén?
Enyhe esés jellemezte ma a budapesti értéktőzsde részvénypiacát. Az irányadó index, a BUX 26,5 pontot, azaz csak nem 0,5%-ot veszített az értékéből, és 5976 ponton zárta a kereskedést. A forgalom nagyon alacsony volt, alig haladta még a 9 milliárd forintot, leginkább azon belül a MOL és a MATÁV papírjaira volt érdeklődés, az előbbi 0,4, az utóbbi pedig 1,6%-ot veszített az értékéből. Mindössze 15 forintot tudott erősödni az OTP, miközben az InterEurópa 0,5%-ot esett. Rosszul teljesítettek a vegyipari papírok, a TVK 2,3, a Borsodkem 2,4%-ot gyengült. A gépipari papírok közül a mezőgép stagnált, a Rába 1%-ot, a Nabi viszont csaknem 5%-ot erősödött, így 2600 forinton fejezte be a kereskedést. Stagnált az Égisz és a Richter, viszont a Humán csaknem 10%-ot erősödött, és egy 15 perces felfüggesztést követően 1700 forinton zárt a napot. Hogyan zártak a nemzetközi piacok? Ma reggel ugye Japánban egy 185 pontos esés volt, az európai tőzsdék, a jelentősebb európai tőzsdékon 1,5%-ot estek. Amerikában most még tart a kereskedés, a Dow Jones ez idáig 110 pontot esett. Kababik József, köszönjük szépen a friss információkat, holnap reggeli kiadásunkban újból jelentkezünk a Duna Invest jó voltából. Kedves nézőink, most pedig engedjék meg, hogy egy-két érdekes témára, cikkre felhívjam a figyelmüket a holnapi Új Dunántúli napló tartalmából. Türelmesek a kórházi beszállítók. Várhatóan holnaptól sem rohamozzák meg a kórházak beszállítói baranyában a tulajdonos önkormányzatokat, bár a december 1-én életbe lépő csődtörvény értelmében ezentúl tőlük követelhetik kintlévőségeiket. Azonban egyelőre mind a gyógyászati segédeszközök gyártói, mind a nagy gyógyszergyárak türelmesen várnak a pénzükre. Összeomlik a könyvbirodalom. Egyes szakemberek véleménye szerint, bár drámaian csökken a fiatalok olvasással töltött ideje, a harangok félreverése helyett végre meg kell találni az olvasás, valamint a televízió és videó klipkultúra egészséges egyensúlyát. A Pécsi Várkonyi Nándor könyvtárban ma tartott konferencia erre tett kísérletet. Taszár biztosan bázis marad. A NATO csatlakozás ellenére még korántsem biztos, hogy jövőre emelkedik a régióban állomásozó nyugati haderő létszáma. Taszár továbbra is a békefenntartó erők bázisa marad, a csatlakozással és az átalakulással összefüggő kérdésekről még jelenleg is tárgyal a honvédelmi vezérkar. Erről és még sok egyéb érdekes témáról olvashatnak tehát a holnapi Új Dunántúli naplóban. És most lássuk, milyen időjárásra számíthatunk az éjszaka és a holnapi reggelen. Az éjszaka borult marad az égbolt, sokfelé pára is kötfoltok képződnek. Szitáló csapadék továbbra is várható, gyenge marad a légmozgás. A hajnali reggeli hőmérséklet 0-2 fokig süllyed. Holnap is folytatódik a felhős, borult időjárás. Továbbra is sokfelé kell pára és kötfolt kialakulására számítani, ezek napközben tartósan is megmaradhatnak. A levegő hőmérséklete napközben 0 és 3 Celsius fok között alakul. Délutára mérséklődik a légmozgás, gyenge, szitáló csapadék, helyenként pára lecsapódás is előfordulhat. Önök a Pécs TV híradóját látták a város legfontosabb híreivel. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk!